nagyon okos vagyok, bár kicsit el vagyok hízva, de ez nem jelent gondot. Ádám az Aranyegymi autista tagozatának diákja, nem szégyellős a kamerának bemutatkozni, ahogy azoknak a fiatal társainak sem, akikkel szerdán egy kiránduláson vettek részt Sóstón. A Hétvezér Általános Iskola és az Arany János Egymi autista tagozata évek óta szoros kapcsolatban áll egymással azért, hogy közösen erősítsék az elfogadást. Az intézmények diákjai már barátként tekintenek egymásra. Egyszer voltunk náluk látogatóba, és nagyon kedvesen fogadtak, készítettek elő egy kis ételt is a fogadásunkra. Bianca a Hétvezériskolába integrált autizmussal élő fiatal. Azt mondja, nem szabad egymásra más szemmel nézni, hiszen mindenki ugyanolyan értékes. Az aranygyerekekkel én még soha nem találkoztam, bár az aranygyerekeket nem csak úgy azért nevezték el, mert az aranyiskolába járnak, hanem az ilyen gyerekek az igazi aranygyerekek. Persze ez nem azt jelenti, hogy aki nem autizmussal diagnosztizált, az nem arany, tehát mindenki ugyanolyan értékes. A két intézmény folyamatos szakmai kapcsolatának köszönhetően már többször, többféle téma kapcsán találkoztak a diákok. Azt látom, hogy nagyon elfogadóak, nagyon kedvesek, nyilván itt is azért van olyan kisgyerek, aki kicsit tartózkodóbban kezd nyitni, van, aki rögtön tártkarokkal fordul a gyerekeink felé, és nálunk is ez a jellemző, hogy van, aki rögtön fogadja a közeledést, és van, aki kicsit bizalmatlanabbul fogadja a közeledést, de azt látom, hogy minden ilyen külsős alkalom után a végére tulajdonképpen az egész csapat egyé válik. Máté Tóth Magdolna, a Hétvezér Általános Iskola fejlesztő pedagógusa azt mondja, szeretnék ezt a kapcsolatot jó gyakorlatként beültetni a köztudatba. Ezt szakmai anyagot szeretnénk papírra vetni ennek a programnak az egyes ötleteiről, hogy megszólítsuk azokat a kollégákat, hogy bátran lépjenek ki az iskola falain kívül, és keressék ötleteinkkel is segítve őket az érzékenyítésre, a más, a fogyatékkal élők megismerésére. A csapat a nap során meglátogatta a stadiont, majd a sóstói természeti környezetben egy mesefeldolgozása során játszottak együtt vidáman, korlátok nélkül.